Csácsú, mi csört ezt a csokolád, és szavaztok gyerekek, üdv a csatornán. Képen jelentkezik következő csodálatos Marold SnowRunner részsel. Annyira ráfügtem a játékkal, hogy nem tudok leállni. Úgyhogy ma is lett belőle egy darab rész, elvileg. Most álltam neki, úgyhogy még nem tudom. Remélem, hogy sikerül is összehozni. Elég sokáig... Hogy mondjam, előkészítettem ezt a részt, különleges dolgokat fogtok látni ebben a csodás részben, nem csak szimplán tesztet, hanem rendes küldetés, rendes lord készítettem így a játékba ehhez a géphez, mert igazából ez az a gép, ami számomra leginkább ilyen kulcs státuszban van, mivel konkrétan egy 82-es MTZ-ben nőttem fel. Hát azt úgy kell úgy értelmezni, hogy ugye amikor, ezt sokan tudjátok, de lehet, hogy vannak új nézők, ugye amikor én kicsi voltam, tehát ilyen óvodás kortól így az általános iskolás korig, akkor nem nagyon tudtak elhelyezni édes anyám és édes apám a nyári szünetbe és a téli szünetbe, meg a tavasziba, meg tudjátok mindig, amikor nem volt suli, akkor kénytelen voltam, be kellett ülni az MTZ-be, aztán faterra mentünk mindenhova. Egyébként erről jut eszembe, hogy mennyire nem PC világ volt akkor. Most már ugye mindenféle gyerekülést kell alkalmazni, meg van szabva, milyen magasítón, hogyan helyezed el az ülést, milyen ISOFIX, meg mit tudom én, micsoda nincsen. A járművekben akkor meg így a szerszámos ládán ültem úgy a fater mellett, hogy alám gyűrt egy ilyen vastagabb pufajka kabátot, aztán azon én így elvigyorogtam, azt ettem a... Milyen szendvicset szokott anyám csinálni, emlékszem? Fasírtosat. Szinte érzem az ízét a számba, amikor... Tudjátok, a fasírt, megsül, és utána meg ki van hűlve. És azt így belerakod a zsemlébe, és az annál finomabb sosem volt, gyerekek. Igen, az volt durva, hogy télen mínusz 20 fokba, meg nyáron a plusz 40-be is, benne a kabinba, ottan vergődtem. Soha egy rendőr nem szólt érte, hogy mit keres a gyerek benne a kabinba. Hát most meg szerintem így a helyszínen nagyon lőnék, hogyha 8 éves, vagy a 3, vagy nem 3, de az a 7 éves gyerek ott üdögelne benne a kabinba, aztán menne. Meg ugye a fater az nem főnöken dolgozott, hanem inkább így szállítmányozás, takarmányos volt, tudjátok, én nem tudom, tudod, de mi az, hogy takarmányos, akkor még viszi ide-oda a takarmányt, ennyi. Na, de foglalkozzunk a járművel és foglalkozzunk a videóval, mert tényleg egy különleges résszel jöttem hozzátok. Testre szabás, hát igazából sok minden nincsen, de ami van, azt megmutatom, mert hát így illik, mert a módnak. Ez kölle. Hát kettő darab jármű, motor van, ami igazából semmi leírás nincs róla sajnos, hogy melyik a jó, meg melyik a nem. Igazából szerintem nem is volt. Kettőfajta MTZ 80, vagyis 82-es motor. Itt gyorsan, nagyon gyorsan edukációs dolog, jó? 80-as, 82-es MTZ, mindig MTZ-nél, amikor a kettes szám mögötte van a számnak, az azt jelenti, hogy melső ajtás is van rajta. Tehát az 50-es az 50 lower is motorral szerelt, az csak hátsó kerekes, az 52-es az ugyanaz, csak első hajtás is van rajta, a 80-as az 80 lóerős motorral szerelt, csak hátsó kerekes, a 82-es melső hajtással is szerelt. Ennyi a különbség, gyerekek, nem kell nagyon itten belebonyolódni a dolgokba. Váltó. A váltóban is van kettő fajta, sajnos full nem lehet tudni, hogy mi a különbség. Én hagyom a defaultot, mert szerintem az adná. Hát felfüggesztés, azt meg felejtsétek el, gyerekek, hát nem volt felfüggesztés az MTZ-n. Hátsó tengely az konkrétan olyan fix volt, olyan stabil volt, mint a forint, gyerekek. Magából ugye a váltóházból, vagyis a lehajtásból kijött a kettő darab idézőjeles féltengely, azt arra fel volt ragva a karék, az csá, ott nem volt semmi, amit a gumi csillapított, annyi első keréknél volt annyi különbség, hogy ugye itt az első hídba a függőleges részében volt rugó, elvileg. De hát annak is a rugó útját ne úgy képzeljétek el, hogy az csúszott, mint a... Stajnem azt mondtam, hogy siklott mind a szaron a jármű tőle, hanem azért ott azért szerintem a gumi többet csellapított. Na, a kerekek témájában, de viszont mi is, hogy a kerekeket így megláttam, megint egy kis edukációs dolgot, ugye ez a tipikus felni, amit itt láttok, hát ez nem véletlenül így néz ki, ahogy néz ki, és miért néz ki így, ahogy kinéz? Hát, azért, mert szana széje lehetett szedni, és szana szét lehetett variálni, hogy éppen hogyan csavarosztad össze, hogy kívül volt, belül volt, kiforgattad, nem forgattad. Plusz még ezen kívül a nyomtávot lehetett állítani itt az első
Hídon is, ugye ott is tudtad csökkenteni, növelni. Szóval az volt a lényege, hogy minél tágabb határokon belül tudjuk mozgatni a nyomtávot, tudjuk állítani. Ugye ugyanígy működött ugye a hátsó keréknél is ugye a tengelyen tudtad állítani, hogy mennyire gyűjjön ki, vagy mennyire menjen befelé, meg még ráadásul kiforgattad a fölnit, akkor még nagyobb intervallumba tudtad állítani a nyomtávot. Ugye ez a sorművelésnél volt hasznos. Szóval nem design szempontjából volt az megalkodva, hogy így nézzen ki ez a felni, hanem azért, mert ez egy szétszedhető felni, és különböző variációkba lehetett összerakni. Nagyon érdekes, erről néztem egyszer egy ilyen videót, tök érdekes, hogy nagyon sok variáció létezik, hogy ezt így össze tudod pakolni. Na, de nézzük akkor, mit akartam? Ja, a kerekekre térjünk vissza, nem srácok? Nézzük, mik vannak. Egyébként van ez a default kerék. Van ilyen másfajta felnivel, ahogy látom. Igazából ennyi. Van, és ott már látni is, hogy a kiforgatott felni föl van csapva hátulra. Egy az, hogy például akkor is szokták ezt használni, hogy a hátsó kereket kiforgatták, hogyha például valamilyen rakodógépet kezeltek vele, hogy minél stabilabb legyen. Tudjátok, volt az a MTZ-n az a rakodó, amelyik bálrakó, amelyik így a fölötte nyúlt el, meg nem csak bálrakó, hanem konkrétan kanállal is működött így. Jó volt, hogyha jó széles nyomtáv volt, kevésbé volt barulékony. Első, hogy ez, itt meg igazából annyi, hogy másfajta gumi van rajta, azt látom. De emlékszek rá, szerintem a faternek ilyen gumi volt rajta mindig. Ez a jó nagy rücskös, meg itt oldalán volt egy ilyen bavágás, ami mindig ilyen hülyén kopott, mert ugye Fatern az mindig aszfalton csapatta az MTZ-ben a leginkább, és akkor ilyen hülyén kopott, a közepe kikopott, és akkor ilyen szinte ilyen homorú volt a guminak tudod, a redők. Na, van hozzá láncos kerék, és csodálatos, felcsaptak néhány láncot oda. Szerintem itt is a defaulton maradunk, aztán úgy, ahogy megkészült az MTZ, úgy fogjuk próbálni, csörlőket nem érdemes nézni. Van kiegészítésben van nekünk. Tolólap nem rakjuk föl, meg van orsúly, azt már fel is pattintottam. De vágjuk bele a lecsóba, meg mindig valamit elfelejtettem, hogy mit szeretnék még megnézni, amikor modolunk, és arról mindjárt ki fogok térni, de menjünk ki a garázsból. Gyerekek! Hát olyan, nem hiszem el, hogy mindig éjszaka van, amikor én kijövök, mindig éjszaka van. Na nézzük. Oké, 13:00, nézzük meg a modot kívülről, hogy mennyire, hogy néz ki. Hát szerintem egyszerűen csodálatos, gyerekek. Annyira imádom, amikor a festéknek a kopásait szinte ilyen centi pontossággal, nem centi, milliméter pontossággal itt föl vannak ragva, és tényleg az éleken kopnak ugye először. Hát de jó. Egyébként emlékszem, a fater az rendszeresen festette az MTZ-t, meg mindent is, úgyhogy nálunk még a tető is, vagy a kutyaház, ami bádokban volt, az is MTZ peros volt. De hát egyébként ez mindenhol így volt, Zalaszent Mihály itt van mellettük nem messze. Van is onnan nézőm, pont ő neki küldtem egy ilyen aláírást, egy plakettet. Na, ő meg tudja mondani, hogy ott például egy hordóüzem volt, tudjátok, ilyen fémhordók, hát ott még tényleg a kutyaház is bádokba volt, meg a kerítés, meg minden, mert mindent is kiloptak, meg minden kék, hordókék volt, abból arra volt lefőstve. Oké, skacok, akkor nézzünk, figyeljetek, ami még fontos, és amit ki akarok mindenképpen próbálni ebbe a sorozatban, amit nem nagyon csináltunk, az egy hangteszt, jó, gyerekek? Úgyhogy most el fogunk menni a farmhoz, mert ott én előkészítettem egy ilyen kis előtörténetet, egy lore-t, ami tovább tartott körülbelül mindez a videó, már itt előkészíteni, de mindent a szórakoztatásért, és mindent a sorozatért, és mindent az autentikusság nevébe. Addig, amíg odaérünk a farmhoz, addig ki fogjuk próbálni a hangokat. De most egyelőre még nem. Elindítom. Oh. Hát mi a frököl? Hát ez milyen jó, olyan jó hang hallatszik, de megnézem, hogy az audio az jól be van állítva. Oké, 31%, és akkor tudni fogok. Én már most hallom, szerintem ti még nem. Mennyire epic jó hangja van. Jó, nagyon jó hangja van. Meg még egy dolog, mindjárt belteret is meg fogjuk nézni. És valamit fel akarok kapcsolni, van autentikus pautkocsik, gyerekek, ne vicceljetek, most oda pörgetek, ne ássátok a többit. Gyönyörű. És most leállítom a motort, és megnézzük a belteret. Mert az is szerintem legalább annyira fontos egy módnál. Az a durva, hogy konkrétan így megrohannak az emlékek akkor, amikor így meglátok egy MTZ belteret, mert tényleg ebben nőttem fel, és pontosan az durva, hogy mennyire nem figyeltek még az ergonómiára annó,
hogy az index kapcsoló az konkrétan ott hát a műszerfal alatt volt, és egy ilyen két irányú, vagyis három, mert ugye volt egy középső állása, billenő kapcsoló volt, és ugye mindig oda le kellett nyúlni, és úgy kellett indexelni, hogy el kellett kattintani, aztán ugye nem tért vissza természetesen, vissza kellett kattintani. Ez nagyon-nagyon epik. Azon ott bal oldalt alul, az ott a kézigáz, ugye, és az meg a szivató, ha jól emlékszem, ott bal oldalt alul. Arra emlékszem, hogy a fotár mindig szivatóval állította meg. Ne kérdezzetek, miért nem tudom, azt majd mondjátok meg ti, hogy miért jó szivatóval megállítani. Én úgy emlékszem, hogy ezt mindig szivatóval úgy állította meg, hogy megfullasztotta konkrétan, túl sok üzemanyagot küldött a motorba, és akkor úgy állította meg. Lehet, hogy könnyebben indult, vagy nem tudom elképzelni, hogy miért. Jó, a gyerekek, gyönyörűséges egyébként. És ha jól emlékszem, a kulcs az ugye az csak a gyújtást adta, és a gombbal indult. De emlékszem, hogy volt egy izé is ott, egy ilyen sószóró, tudjátok, amivel az ízítást tudta ellenőrizni. Jaj, meg minden olyan, fú, ez olyan autentikus, nagyon jó meg van csinálva ez a mod. Hú, jó klausztrofób egyébként, a fater nem volt egy nagy ember, de ilyen nagyobb emberek azért a kiskabinos MTZ-ben szerintem így azt hitték, hogy börtönben vannak, vagy nem tudom, mit érezhettek. Na, de figyeljetek, akkor most én itt elindítom vagy feltolom a hangerőt azért, hogy hallgassuk meg, amíg elérünk a garázsig, hogy milyen a hangja, és utána meg pontozzuk. Jó, srácok? Úgyhogy ez ilyen tervben van most. Minden részben legyen egy ilyen, hogy a hang is nagyon fontos szerintem, az audio is nagyon fontos egy mód szempontjából. Na, akkor indítunk, és akkor nem fogok dumálni, hanem így... Várjatok, egy ilyen lazább sebességi fokozat, és akkor induljon.
Szerintem gyerekek, ez körülbelül elmondom nektek, hogy nekem egy végig ilyen nosztalgia érzés volt, főleg amikor ugye nagyobb sebességnél elkezdi ezt a hárborzongató, nem tudom, ilyen váltó, diffi hangot kiadni magából. Ez csodálatos, hogy komolyan mondom. Gyönyörű volt. Na, és akkor mondom, hogy mik a tervek. Farmon kell dolgoznunk, gyerekek. Leginkább arra gondoltam, hogy hoztam nekünk autentikus eszközöket. Például vetőgépet, kultivátort, trágyaszórót, és mi az utolsó? Ja, egy ilyen autentikus, ilyen, hát szerintem valami szecska, gyűjtő, akármicsodát, nem tudom elképzelni mi az, azt mondja, megírjátok. És azokat kellene kirángatnunk a sárból, mivel oda beleakadtak. Szóval indulunk, aztán rendet rakunk. Az alaptörténet az, hogy ugye, hát a mapnak is az alaptörténete, hogy volt egy ilyen árvíz, és akkor össze kellene szedni a gépeket a földről, mert azok meg kimaradtak. Úgyhogy azt kellene csinálnunk. Egyébként összkereket nem is kapcsoltam egész végig, de szerintem az tök autentikus, mert azért ekkora sárba így még elboldogul az MTZ összkerék nélkül is. Egyébként arra emlékszem, hogy a fater az mindig így, hát úgy nem lehurrakta az összkerék meghajtást, de soha nem, ő nem volt azon a véleményen, hogy az összkerék meghajtás az egy ilyen hatalmasan nagyot dobna az MTZ-knek a teljesítményéhez. Hát a teljesítményéhez nem is a dob, hanem igazából ugye a tapadáshoz. Viszont ugye ő egyszer talán még mondta is, hát az a gond vele, hogy mindenképp amikor kell a belső meghajtás, akkor általában olyan szituációban vagy, hogy felfele mész, valamit húzol, és akkor amúgy is a traktor hajlamos kiemelni az elejét, szóval igazából oké, hogy hajt az eleje. Viszont ott a nyomás, a talajnyomás ott sokat, vagy nagyon-nagyon kis hányada például a hátsó kerékhez képest. Szóval jó, forog az első kerék is, hajtva vagyon, de nem biztos, hogy annyira jó. Direkt egyébként akarom szenvedtetni, meg direkt beviszem helyzetekbe, viszont ez nekem nem tetszik, hogy annyira nem jó egyébként, hogy reggel 6 és délután. Ó, ez jó, csak nagyon gyorsan megy az idő. Akarom látni, hogy mi történik, meg gondolom ti is akarjátok látni, tegyünk neki egy nagyobb fokozatot. Jaj, ez a diffi hang, nem tudom, ezt halljátok, ez borzalmasan jó. Na srácok, itt van egy vetőgép. Van távolabb egy kultivátor, megpróbáljuk ezt a vetőgépet először, jó? De mindenképp valami alacsonyabb sebességi fokozatba, mert azért itt tudjátok, hogy iszonyat nagy sár van. Megpróbáljuk ezt a vetőgépet, talán ez a legkönnyebb eszköz. Jó, most már egy összkereket teszünk neki. Emlékszem egyébként, a fater mindig így megállt, amikor ilyen nagyon nagy szar volt előtt, akkor azért betette neki a másőt. Egész jó boldogul. És Csitesnek még egyáltalán nem érzem, egy MTZ itt elmegy. Na. Ez nem sikerült nagyon eltalálnunk. Ugye nekünk milyen olajos a víz? Látod? Oké. Okay. Jó, hogy ezt nem tudom felcsatlakoztatni? Ja, ez érdekes. Érdekesen van megoldva. Mindegy, akkor megpróbáljuk kirángatni. Úgy gyerekek, itt azért már kell az energia, hoppá. Álljátok, inkább egy L. Jobb a tapadás ugye, hogyha nem pörgeted a kerekeket.
Húha! Nagyon gyerekek! Azta! És ez a tipikus pattogás, amit leművelek ilyenkor. Hát van baj gyerekek. De ez a fekete sár az rohadt jól néz ki rajtunk. Megpróbálunk elfordulni. Annyira jó hangja van, amikor néha bejön ez a diffi hang. Ezt gondolom a fogaskerekeknek a súrlódásával, vagy a fogaskoszorú a diffibe, vagy nem tudom mi adja, de rohadt jó. Hát itt meg gyerekek. Itt van baj. Na. Adunk neki egy nagyobb sebességi fokozatot. Azt a betyár gyerekek. Na hát ez itt baj. Ez itt baj. Azt a betyár. Hát ez... Hát mi történt itt? Mi is ár van itt gyerekek? Megpróbálunk kerülni egy arra. Ez így nekünk nagyon nem lesz jó. Próbálkozzunk. Hú, srácok. Ez necces, nagyon necces. Jó. Stoj. Ezt itt hagyjuk. Egyébként nem, valamiért nem lehet ezt felcsatlakoztatni erre a gépre. Egy másik modhoz volt. Egy másik traktor modhoz. Ott azt hiszem, hogy lehet használni is, úgyhogy fogjuk majd. De mindenképp ezt az MTZ-t ezt akartam kipróbálni. Nekem ez nagyon egy kultikus jármű. Na megyünk vissza. Megpróbálunk egy kultivátort is kiszedni, vagy pedig egy pautkocsit. Jó gyerekek? Egy pautkocsit. Elmegyünk itt a szélén. Ott van egy pótkocsink, meg van egy kultivátorunk is egyébként. Bár megmondom őszintén, hogy kipróbálnám más szempontból is ezt a járművet. Úgy srácok, ez erős lesz. Szólóban egész jól elboldogul, és ez tök reális. Marha jó egyébként, imádom. Na, itt van egy ilyen, nézzétek. Ez egy ilyen, szerintem... Talán fű kosza, és egyből ugye szórja a pótkocsira. Elmegyünk a kultivátorért, gyerekek. Ez valahol itt van benn. Nekem egyébként olyan hangos ez a jármű, hogy az őrület. Remélem, hogy halljátok normálisan, amit kommunikálok felétek. Ja, csapjuk be ide. Egyébként eddig, megmondom őszintén, kifogástalan. 10 per 10-es gyerekek. 10 per 10-es az a mod is. Hát nézzétek meg. Ez mennyire jó a fizikája, meg minden, basszus, tökéletes. A hangja az egyszerűen fenomenális. Nekem az gyanús, hogy én úgy emlékszem, hogy a kipufogó
Az nem áll ennyire kín az MTZ-ken, vagy több verzióba gyártották, de ez nekem itt nagyon furcsa, hogy ekkora rés van. Én tök úgy emlékszem, hogy itt szinte itt mellette volt a motorháznak. Gépháztető mellett közvetlenül fölment. Nem jött ennyire ki. Ezt lehet, hogy ezt se lehet csatlakoztatni, mivel ugye nem ahhoz való, nem ez a mothoz. Ez egy kultivátor konkrétan. Viola Bence mondta, hogy használj ma autentikus módokat. Igen, ezt is csak így rángathatom. Hát ez szomorkás, de sajnos ez van. De végül is ugyanaz. Na srácok, akkor adjunk neki. Uha. Az a baj, hogy szerintem ugye lemon a talpa ilyenkor. És ugye nem tudom fölemelni. Úgyhogy amiatt is nehéz végighúzni, mert beleakad a sárba. Aha, ott van lenne, látjátok, le van talpalva. És így lehet, hogy ezt nem is fogom ezzel én rángatni. Mert ez így eléggé, úgymond értelmetlen. Inkább menjünk egy pótkocsiért. Menjünk a ganész szóróért, gyerekek. Hú, ez jó nagy. Ez jó nagy. Ezzel nem tudom, elboldogulunk-e. Remélem, hogy ezt fel tudom csatlakoztatni rendesen. Be van a ganyéba, ezért? Ha ez is csak így, de miért nem lehet ezeket a jármű vagy a dolgokat használnom? Valószínű azért, mert nem ehhez tartozik, nem ehhez a módhoz, ugye. Ez szomorkás egyébként. És tényleg nem tudom? Nem tudom, beszarok. Kár. Na, azért nézzük meg, hogy ki tudjuk-e innen rángatni. Végeredmény ugyanaz. Ezt ugyanúgy húzom. Tetszik egyébként. Tök jó. Ezt is nagyon szívesen használnám. A normál gameplay sorozatban. Mivel ezt abszolút nem érzem csitesnek. Érezhető, hogy azért bele lehet ragadni vele keményen a sárba. De tök jó, jó, tetszik. Bírom, nagyon jó. A hangja egyébként lenyűgöző, az nagyon durva. Igen, sajnos ezek a modok, ezek nem az MTZ-hez valók, és emiatt nem lehet őket használni normálisan. Szomorú sajnos, de ez van. Egyébként tökéletes, nem tök. Az a baj, hogy el vagyunk kényeztetve ilyen minőségi modokkal. Nem gondoltam volna, hogy ezek ennyire jók. Arra kíváncsi lennék, az rábát magam után kötném, ezt végig próbálnám húzni ebbe a sárba. Az egy ilyen, hát ilyen vízválasztó lenne. Mármint, hogyha azt el tudja húzni, akkor mondhatjuk azt szerintem, hogy csites. Hogyha azt nem tudjuk itt beleúszkodni, akkor reális. Mert nem inném, hogy végig tudnánk egy ekkora sárba egy rábát húzni egy 82-es MTZ-vel. Ajaj! Rohadt jó. Csak tartom a számot komolyan, azért nem tudok dubálni, mert egyszerűen annyira leköt minden egyes részlet ennek a gépnek, meg ahogy tényleg gyűri a sarat. Meg a hangja? Mi ez a hang? Mi ez a diffi hang? Ezt mondja már meg nekem valaki, hogy ez egyébként mi? Mi adja pontosan ki ezt a hangon? Ez a váltó hang. Na srácok, csinálunk egy olyat, hogy mindjárt megpróbálom a rábát. Utánunk kötjük. Ezek aztán derék kukoricák, fölérnek a traktornak a tetejéig. Megpróbálom a rábát elrángatni.
Arra kíváncsi vagyok. Azt szerintem egy kicsit erős lenne, hogyha az végig tudná rángatni. Viszont méretarányok azok tök jók. Hát nézzétek meg a... Akkor az MTZ, mint annak a motorház tetejének a teteje, gépház teteje. Na srácok, nézzük. Ebből mit tudunk kihozni, erre kíváncsi vagyok. Ó, van pontunk, jó, jó. Egy ilyen, ilyen kötélen. Nem indítjuk el, ugye? Azt. Teszek neki egy alacsony fokozatot, hogy azért erő legyen. Figyelj, egyenesen biztos, hogy elhúzza. Hát ez egyértelmű. Az tuti. De amikor egy ilyen nagyobb sárba beleérkezünk, arra vagyok kíváncsi, hogy az hogy fog működni. Hát itt is azért van megrúgdos az MTZ. Figyeljetek meg, a végén még hibátlan mod lesz. Ha ezt így nem tudom végighúzni abba a ganés árba, akkor le a kalappa, akkor tök jó. Akkor nem csites, jól működik. Várja már egy belső nézet. Jaj, milyen élethű. Az a baj, nem... Ugye kidugjuk a fejünket, csak itt van ez a cső. Köszönjük neki egy nagyobbat. Itt valahol átvágtatok. Kettő tuskó közt. És itt figyelni kell rá, mert a rába a szélesebb. Halljátok ezt a hangot? Ez mi? Ez valaki mondja meg mi. Lenyűgöző. Sejtettem egyébként, be akarok, gondoltam. Jó. Azt a betyár. Itt kellett ám átjönnöm én nekem. Ilyen hülyélek. Na, most tényleg egy alacsonyba tesszük. Mert itt legyen erő. Hát nézd meg azt a sarat. Hát a franc esőbb bele, hogy néz ki? Hát jobb offroad játék tudja nem készült erre. Ez hódzier. Kíváncsi vagyok, mikor fogyunk el. Szépen itt belegázolunk, ott szembe ki kell jönnünk. Ez a projekt. Még ugye szinte lefele megyünk, szóval... Á, igen. Kezd baj lenni. Na, na. Na. Gyerekek, viszi ez igaz, hogy hát nem fogja vinni. De viszi. Jó az az alacsony fokozat. Erő az van, csak ugye rúgunk, mint a disznó. Arra vagyok kíváncsi, majd kifele. Mert oké, hogy befele még lefele tudtuk húzni. Amikor kifele, felfele kell majd húzni, arra vagyok kíváncsi. Hát nem tudom, ez nekem egy kicsit azért... Egy kicsit erős, hogy a rábát így végighúzza egy ekkora sárba. Ebben nem vagyok biztos, hogy ez így megoldható lenne, gyerekek. Hatalmas nagy monstrum az a dög. Én nem tudom. Nem tudom, ez nekem egy kicsit sok. Szenved azért rendesen. Ejjjj. Na, most fölfele a dombon. Hogyha itt felhúzzuk, akkor csites. Gyerekek, ha itt felhúzzuk ebbe a sárba, itt, akkor csites a vérbe. Jó, hát nem fogjuk felhúzni, mert ez megakadt itt. Ez beleült a sárba ott. Jó, hát ez szóval, hogy ez kalapkabát. Aha, jó. Igen, arra voltam kíváncsi, hogy oké, hogy még egyenes terepen elhúzingálja, de amikor már kicsit probléma adódik, akkor mit tud kezdeni, de nem, semmi, gyerekek, elássa magát, csak.
Na. Ez is tökre jó reális, hogy ugye jobbra-balra tekered a kormányt, akkor az valamennyit tud segíteni. Jó gyerekek, szerintem ez itt adta meg magát. Na is állítjuk, jó. Oké. Szerintem ez a jármű, hát sajnos megint azt kell mondanom, én kritikusan próbálom szemlélni a dolgokat, komolyan mondom, de 10 per 10. 10 per 10, gyönyörű. Jól meg van csinálva, jó a fizika, hangok azok nem hogy jók, hanem azok ilyen fenomenálisak, brutális, tényleg. Hogy minden apró részletig, egy másodpercig nem esel ki a hangulatból, mert tényleg olyan hangja van, mint amilyennek kell lennie. Ez durva, gyerekek. Jó, tökéletes. Oké. Köszönöm a figyelmet. Dobjatok egy lájkot, ha tetszett. Nyugodtan javasolhatok járműveket. Egyébként vannak még a tarsolyba. És fogjuk őket próbálni mindenképpen. Sziasztok!